Üdvözlöm Önöket! Kezemben a Friss Magyar Hang, és a múltkori megnyilatkozásommal ellentétben most előre beszélnék. Konkrétan október 23-ára vonatkozólag szeretnék mondani valamit. Amikor elmennek a Tisza pár tüntetésére, vigyék magukkal a Magyar Hangot, nagyon jól fognak ott mutatni. Amire felhívnám a figyelmét, hogy a mostani lapszámunkban nagyon sok cikk foglalkozik azzal, hogy zavar van a Fideszben. Ilyen vagy amolyan zavar. Nagyon érdekes és fontos cikket ír a tárgyban az a Stefano Bottoni barátunk, akinek a tanulmánya ez a minimonográfia, ugye kézikönyvként használatos Orbán Viktor személyéhez és a Fidesz politikájához. Stefano Bottoni nagyon szépen és logikusan megírja, hogy tulajdonképpen a Fidesz visszaérkezett Hollós Ervin és Lajtai Vera szellemi színvonalára 1956 megítélésében. Hát ezért menjenek el valami jó kis tüntetésre október 23-án. Ha úgy gondolják, hogy Orbánnak van igaza, akkor menjenek el a millenárisra Orbán Viktor tüntetésére. Friss lapszámunkban megint erős az egyik standard műfajunk, az interjú. Van egy nagy interjúnk azzal a Vitézi Tamással, aki ugye fideszes milliárdos volt és földönfutó lett, tanúságokban bővelkedik, és még izgalmasabb, ha lehet mondani újságírói szemmel, hogy Dévényi István barátunk leült Magyar Péter testvérével, Magyar Mártonnal. Ugye ez az interjú azért is érdekes, amikor olvassák, ne felejtsék el, hogy Magyar Márton is kommunikációs szakember, sajtós. Nagyon tanulságos, így van, ebből a szempontból is elolvasni, amiről ők beszélnek. Budai hangmellékletünk van, ugye az új önkormányzatokkal, aztán a Budai hangmelléklete is egy kicsit megváltozik, majd meglátjuk, milyen lesz. Nagyon szeretem lapunk kulturális tárgyú írásait, mert elsőrangú tudással rendelkező kollégák írják őket, és mert nagyon érdekes dolgokról szól, mindig, minden egyes alkalommal sokat tanulok. Most például Tapolcai Zsurászki Lillával van egy interjúnk, egy megbeszélés arról, hogy hogyan lehet a gyermekeknek megtanítani a zenei sokszínűséget, a klasszikus műfajokat. Kétoldalas az interjú Bródi Jánossal, ugye ő van a lapszám cím oldalán is, és ennek keretében megemlékezünk arról, hogy Bródi János és Kocsák Tibor közösen csinált Mihály Bulgakov Molière-ről szóló drámájából egy musicalt. Van egy magyar származású brit újságírónő, Monica Porter, aki nagyon érdekes ifjúsági regényt írt az 1956-os forradalomról. Érdemes látni, vagy érdekes belegondolni, hogy forradalmunk hiába volt idestova majdnem 70 éve, azért még most is mennyire megmozgatja sokaknak a fantáziáját és az alkotókedvét, és nem csak Magyarországon, hanem minden messzebb is. Mető Tibor barátunk pedig áttekintette a Kádár korszak első 15 évének azon filmjeit, amelyet az 1956-os ellenforradalomról forgattak. Nincs megállás, interjúban nagyon erősek vagyunk. Tóth Orsolya színésznővel van szintén kolumnás interjúnk, aki egy időben nagyon sokat foglalkoztatott filmszínésznő volt, aztán egy kicsit eltűnt, most pedig Hajdú Szabolcs filmjeiben tűnik fel újra a vászna. Nagyon érdekes és sokrétű ez a beszélgetés, egyáltalán nem csak a művészetről szól. Az utolsó oldalon pedig szokás szerint Puzsér Róbert eszmefuttatása található, Marabú szokásos humorával. Kérem, olvassák a Magyar Hangot és szeressenek minket, történjék bármi, azért Magyarország legyen és maradjon polgári konzervatív haza.